Mica se casa nem. Me afasta até daqui de posto. Hát ezt elő... Baszki, hát ezt előbb is fölvehettem volna. Istenem, hát ez kellett a izének. Kurónak. A virág aromája bevonza a nőstény majmokat, ezért a védelmező majom óvatosan vigyázott rá, hogy aztán a mennyasszonyának adhassa. Egyike a töményhez szükséges alapanyagnak, amit a mennyei örökös a halhatatlanság szétválasztásához keres. Bassza, még ez csak komolyan ez volt csak itt. Hát én leszapom magam. Na jó. Hát igen, úgy néz ki, hogy itt nincs semmi más. És most ennyi? Ez a része? Hát baszki, hát csak hova fogok menni legközelebb? És megint mehetünk vissza Kuróhoz. Nem pihenni akartunk? 15 fok van és szakad az eső, 10 percre értem haza, de már pofa könyvön rakják fel a képeket. Pofa könyvön. Képeket, hogy azon az úton, ahol jöttem, kidőlt egy faszó a kurva életbe. Az érdekes. Mennyire lesz távol tőlem, ilyen 150-200 kilométerre, nem? Kb. És nálunk meg tényleg 26 fok van és süt a nap. Ez... nagyon szexuális. Na, Kuró szobája. Megmondjuk neki, hogy megtaláltuk ezt a fehér szart, amit akart. És hogy mondja nekünk egy utat, amelyre haladjunk tovább. Veled már nem akarok beszélgetni, Ribanc. Nem. Hello! Szavasz, uram! Főnököm, mesterem! Örök nyíló. Azonban azt mondják, hogy valaki letépett egy ágat az örök nyílóról és ellopta azt. Megtalálni egy ellopott faágat? Nincs sem, amiből kiindulhatnánk. Na, begyűjtöttem a virágot, haverom. De mi nem arról beszélünk? Na, az. Ott virágzott pontosan, és egy kibaszott majom vétve. Találtam valamit. Találtam egy újabb illatot, amit be kell szereznünk. Nagyon örülök neki. És mi az? A sárkány örökség mennyi örökösének vérét. Más szóval a véremet. Micsoda? Te nem tudsz vérezni. Lord Genichiro szállásán találtam egy különös naplót, amit Lord Takeru apródjáé volt. Úgy tűnik, van rám ott, hogy én is vérezzek. Apró naplója. Takeru egy régi naplóbejegyzése. Lord Takeru a kezét a tömjén füstölő fölé helyezte, és megpróbált a karddal megvágni. Hihetetlen, de sebe azonnal begyógyult, és egyetlen vércseppet sem ejtett. Tomoe asszony mondta, nélkül nem mondható ki a véred. Vajon mégis mire gondolhatott? Nos hát, most rá kell jönnünk arra, hogy hogyan vérezhetek. Emma asszonyt? Hát persze, hogy segíthet rajtunk, Emma asszony. Le is szippanthatna Emma asszony amúgy. Jó, de egy sok hegység miatt gyakorlatilag 10 kilométerekre lévő falukban más-más időjárás van. 10 kilométerre van és indulott a... Így van. Így van nyitva ki, jó? Szóval tud mesélni nekünk a vérzésekről, nagyon jó. Na. Havonta vérzel? Való igaz, hogy mennyi örökös vérét nem lehet hagyományos módon kiontani.
Ugyanakkor rendelkezel már a megfelelő eszközzel. A halandó penge az az. Halhatatlan szétválasztás darabka. A halhatatlanság szétválasztásának könyvének egy részlete, amit Takeru hagyott hátra. A halandó pengével kezemben képes vagyok vérezni. Véremmel kész lesz az aroma, elérhetővé válik a mennyei birodalom. Így eljön a halhatatlanság szétválasztása. Meg kell kérnem Tomoét, hogy segítsen a lefejezésben. Megsebeztetem mennyi örökös, és ezzel kifolyhat a vére. Egy lépésre közelebb visz minket a halhatatlanság szétválasztásához. Elmondom a Lordomnak. Hallod, Lordom? My Lord? Meg foglak vágni a kardommal, hogy vérezzé. Igen, beszéltem én ma asszonyjal, Lordom. Yes? Az, hogy meg kell, hogy vágjalak. Igen, szóval a halandó pengével megeredhet a vérem. Megpróbáljuk? What? Sorsa szabad kihúzni. Ha elégetjük a tömjént, azt talán megvédett a sérülés. Igen, ha úgy óhajtod, akkor ezt fogjuk tenni. Na akkor most mi a fasz van? Nagy? Hallod, Lordom, mi van akkor? Látom, begyűjtöttél. Ez hülye? Jézusom, Trex! Hát mi van a Trex? Beártok. Jézusom, Trexi! Nézd meg, kettő subgiftelt, és így Masi Manó kapott egy subot. És Zoltánó 69 kapott egy subot. Hát szavasz, Trex, mi a helyzet? Nem láttalak 100 millió évvel ezelőtt, baszki. Hello, hello. Nagyon szépen köszönöm a feliratkozás ajándékokat, Trex, király vagy. Köszi, köszi. Hát igen, nyitva ki jó, az jó, hogyha a időbe kihúzzuk. Köszönöm szépen a támogatást még egyszer, köszi, köszi. És a többiek nevében is, akik kaptak feliratkozást. Várj, voltam én már itt bent, te? Most nem emlékszek. Jó, hogy itt... hogy én ide visszajöttem így. Aha. Na jó, de akkor még mindig nincs meg a cucc, hogy még mindig keresnem kell... Azt a kibaszott izét kell keresnem, mi? Azt a szakura fát. Itt végigmentünk mindenen. Szerintem itt is voltunk mindenhol. Itt megöltük a majmocskát. Itt a rejtett erdő, a kurva jel. Igen, itt nem voltunk. Ez az. Itt kell tovább menni. Valószínűleg. Pa-ra-pa-pa-pa. Most jöttél munkából? És tudsz a nyereményjátékról, Trex? Nyitd meg, jó, írd be, kérlek. Mondom már, nem is emlékszik rá, hogy mikor volt itt utoljára, Trex. De az már nem most volt. Nem is, nem kell. De azért beírhatod, nyitd meg, jó.
Hé! Az ott mi a rakéta amúgy ott? Csak úgy kérdem, srácok. 69 pont kell nekem a harmadik szinthez, ezt nem baszhatom el. Az mi a rakéta ott? De most komolyan. Hogy? Nagy majom. A nyakam. Hát ez kipusztult. Hogy a tökös mákos rétesbe él az a mocskos majom? He? Legalább vadásztam egy-két embert legalább. Legyen harmadik szín, mert hogy most én meghalok a majomnál megint 100 milliószor, elvesztem a leveljeimet. Ott is van. Nagyon jó. Oké, most már biztonságokban vagyok. Most már mehetünk. Ennyit kellett tenni. Hát, próbáljunk rá erre a mocskosra. Nem tudom, mi a fasz keres itt a majom. Odaadod másnak kontrollert? Jézusom, Trex! Atya úristen! Atya úristen, baszki, Trex! Vagy akkor mégis kell a kontroller, baszki? Nagyon... Jézusom! Nagyon szépen köszönöm a 1000 sír, baszki! És így kettő nevezésed van azon jobban. Jó fasz! Nagyon szépen köszönöm még egyszer, de köszi. Ez már rajtad áll, Trex, hogy azt nem is rász vele. Hé! Jézusom, ez ki a fasz? Te. Itt van King Kong is. Én most akkor kit kell kinyírni? Jó van akkor. Jézusom, Trex, még egyszer nagyon szépen köszönöm ezt a 1000 millió csírt, és még a kettő feliratkozást is. Nem tudom, mi a fasz van, de te tényleg Isten vagy, köszi. Nem! Bassza olasz. De most ki a fasz ellen küzdjek? Hagyjál békét! Te hópihe! Jó, bazd meg! Kivár meg döglök! Trex, mi a fasz csinálsz? Mi a pék faszát csinálsz, ember? Kerge mókus! Jézusom, nézzétek meg, megzavarodott ember! Halálomra küldte nekem. Mindjárt felolvasom, srácok. Jól kaptam rip hatot. Jézusom, Trexim, Rexi, atya úristen.
Nagyon szépen köszönöm a újabb kettes subgiftet. Kergemókusnak és Ricsinek, alias Cigány33-nak. Jézusom, Trex, mi a fasz? Ilyen sok pénzt kaptál a munkahelyeden, vagy mi a tököm? Mert mondtad, hogy most jöttél meg munkából, csak azért kérdem. Nagyon szépen köszönöm a támogatást, Trexi. Óriási csók. Mindjárt én is honorálom, várj egy picit, Trexi. Mindjárt honoráció következik. Sikiját, na fejem, Terry Bonds. Hát nem hiszem el, baszki, hogy előbb végig küzdöttem 46 percet ebben a szerencsétlen majom passzal, érted, és most megint. Persze, hogy megütsz. Hát csőzsbívó villantásra nem tudok szolgálni. De egy szép cserkész jelvényt tudok neked adni érted. Mert a támogatóimat mindig azért honorálom ebben. Faszom ki van már vele a majom passzal amúgy, nézd meg. Végig szenvedtem komolyan, majdnem egy órát, ahogy megöltem ezt a bocsadékot, és most megint sárnál. Mekkora egy szar. Mint hogyha nióznék. Bedobja ugyanazt a bosszit. Kettő HP, nagyon jó. Ájjá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 jj
Hi. Azt sem látom, hogy hol vagyok. De miért? Miért kell ezt tenni velem most komolyan? Ja. Kazu Harry Pottert? Az lemehet amúgy. Szexuális. És ott van a VIP Strex. Használ egészsége.
megérdemled. És tényleg nagyon-nagyon szépen köszönök mindent. Na jó, most már tényleg öljük meg ezt a majomlófaszt. Hát baszki, elmegy arra a streamem, hogy ezekkel küzdök. Milyen szerény ez a Trex. Haló? Visszaveszem, ha nem kell. Baszki, ne basszál fel, hogy 8 élet nem fog nekem elég lenni arra, hogy kinyírom ezt a szemetet. Nem látom. Anyu, ha fos, probléma nincsen. Utálom ezt a majmot. Hát még a Genichirót is hamarabb megölt. Nem szerintem. De már egyszer ma megöltelek. Kétszer is. Miért szopat a játék ilyenkor? És nem elég, hogy pont a fej nélküli izéje van. Fésze bazd meg. Három HP-t, vicc. De miért nem úgy nyomtam a kibaszott ugrást? Aj, hát ez... ez fullosan rip, srácok. Mi lesz, hogyha megölöm ezt a faszt? Semmi, mi? Hát a baj, hogy ezt kéne ölni. Jó, hát meg ez is találja, nem, egyszer nem találtam eddig. Jó, ennyi volt, végeztünk, haltunk. Nincsen hát! Inkább meghalok. Úgy kell végigmérnünk ezen az első fészen, hogy maradjon életünk. Parkőr. Aj! De miért? Ilyenkor teszem föl mindig ezeket a rohadt kérdéseket, hogy miért? Miért kell szenvedtetni embert? Amikor tényleg végigmész ezen a kibaszott szaron, hogy egyszer legyőzöl valakit, érted? És akkor berakják ugyanazt a bosst, hogy na akkor szenvedjél még egyszer, te fasz. És ezt utáltam a Nioh-ba is. A Nioh 2-t azért hagytam abba, mert egyszerűen már meguntam azt, hogy ugyanazok a bosszok ellen harcolok állandóan. De szép vagy. Futi! Basszál fejbe, angyalom! Szokott nyugod! Hajnalon! Egy élet mínusz. Sikíd a nevem! Jajjaj! Jó, ezt még olcsó megúsztam. És
Semmi gond, még 7 HP-n van eddig, jó vagyunk. Nagyon szexuális haladunk. Fú, de jók vagyunk. Shaxuri meg volt. Oké. Okay. Gyere te buzi. Hia! Oké. Okay. Oké. Okay. 7 HP-nk van. Ezt nem baszassuk el. Már csak 6. Baszki, és még ebben is bele az élet. És ojjaj! Sírítsd a nevem, baby! Két nevem maradtan! Szóval, hogy nem kéne tudomást venni erről a nagy dögről amúgy. Hát a Levi, hello, szia! Ajaj, sikítás következik. Hagyj el még én. De po... Baszki, és nem ez... Meg tudtam offolni a sikítást. Jaj, rámugrott ez a ribac! Jó, egyszer haltunk. Ha, de mi a fasz csinálnak velem a kibaszott majmok? Nyitom rá békét! Szűz Mária! De ez egyszerűen nem nyugszik. Nem nyugszik ez a ribat. Lehet azt kéne megölni először úgy. Hé, ott mi volt fölöttünk? Mi a fasz? Ele, előbb itt bejártunk valamit. És nem jelesz. És másik itt, és másik itt, bat! Meg fog különleni öllöm ezt a barna szart, mert nem tudok rákoncentrálni a fehérre. Ezek itt a problémák. Hogy bassza meg. Semmi gond, meg lesz ez. Egy órán belül. Köszi, köszi azért. A biztatást. Nem sikít! Isten, megfasználtuk a sikítását. Jézusom, mi történt? Avaró 816, köszönöm szépen a követést, köszi, köszi. Nagyon szépen köszönöm, király vagy. Hello, idegen, 3, 4, ott van, mert. Fejből tudom, hogy mit csinál a majmocska. Most sikítse. Leopoldtuk. Jó, eddig kurva jók vagyunk, 8 HP-nk van. Így vannak, pontosan a kezében van a fej, de nem, ha volt egy előzménye, Avro. Amikor harcoltam vele, akkor vágtam le a fejét. Hú, de jó! Maradt 8 HP-n, na szóval először rámegyünk a barna majomra. Ezt leszarom. Megpróbálunk rámenni a bal, hol van. Megpróbálom ezt is, hogy segbe szúrat. Jó van, no, ez kurva jól kezdtünk neki ennek a dolgoknak. Au. Mászik.
Ne! Bassza meg! Semmi gond. Egyszer föl tudunk éledni. De ez a majom, ez milyen... Az a baj, hogy ennek totál nem tudom a támadásait ennek a barnának. Itt fejetlenség minden is van. Te. Hát elbaszom a fölöst összesen a élet, összes életemet. Hogy kiírjam a barnát, és még ott fog marad nekem az egy kibaszott fehér fasz. Nem. Hát nem látok! Rohadék. Hát faszak. Kis rohadék. Halljál meg! Légy szíves, halljál meg! Ott vagy, meghalsz! Meghalsz! Kurva nyád! Most meghalsz, teri balc! Segítség! Jaj, nem! De meg már dögölj meg, teri balc! Na végre, oké, semmi gond! Megöltem a barátnődött, Ribanc. Semmi gond. Egy HP-nk van, az probléma. Most csak okosan. És itt. Okosan, srácok, okosan. Veszünk be egy pirulát. Átugorjuk. Elbasztam. Hát ez nem kellett sok hozzá, hogy behalljak. Ízad a csöcsöm! Csak a szokásos. Ezt beszoktam. De van egy föléledésem újra, úgyhogy jól állunk. Vagy te mocsok szar! Fuck! Milyen reagálok a darás csípésedre? És ez egy plusz emlék? Viszont nyugodjak le a faszomba. Nagyon szépen köszönöm, srácok! Ezek a bosszok ebbe a játékba... eszméletlenek. Még a munkahelye meg csípett egy darás? És valaki kiszívta a mérgét? És hol csípett meg a darás? Itt az a kérdés, hogy... hol csípett meg az a darás? És még egy imagyöngyöt is kaptunk, nagyon vagy a szexuális. És még egy imagyöngyöt már... Ja, már megöltem azt a izét, ezt a barna macit is. Hé! Hé! Hey. Oh.
Nincs az a technika, ami Pengét az áltozat vérébe mártja, meghosszabbítva hatótávolságát. Használta lélek jelképe kerül egy hátba szúró hátsápas. Micsoda? Ittad a italod, nos egy darázs volt benne, hát gondolom nem ittad meg. What the fuck? Na várj, hogy beaktiváljuk itt a erőket. Most tudunk a életen is növelni, meg a erőn is növelni. Ez amúgy egy... egy story boss volt amúgy? Gondolom, hogy kaptunk ezért is harci emléket. Baszki. Hát az nem lehetett kellemes. És főleg a szád felé, hogyha megcsíp egy darázs, vagy csömény, vagy akármi, hát az úgy érdekes lehet. Fizikai tulajdonságok fejlesztése, azaz. Ötödik imafüzére, életerünk is megnőtt. Nagyon jó. Oké, most már úgy érzem, hogy baszógépek vagyunk. És a képességben van négy képességünk. Nem tudom, hogy mi a faszomra fejlesztek amúgy. Kéne szereznünk valami új ilyen cuccot. Mert nekem nem tetszik semmi. Ezek a bokorba bújások, ezek most mire jó, hogy lassabban vesznek észre, nem? Jó, gondolom jobban oda tudok menni. Ezzel megszerezted a hang elnyomása. Egy rejtett képesség, amivel elnyomja a mozgás által keltett hangot, így zelenfél nem hang, hallhatja azokat. Ez lehet jó amúgy, hogy visszahozza a életet, vagyis vissza jön egy kis élet, hogyha megcsináljuk a halálcsapást. Na nem baj, még várunk ebben, menjünk itt tovább, kíváncsiak, hogy most... De gondolom akkor már nem fog visszajönni ez a mocsadék, mert most ugye ketté választottuk őtet. A halhatatlanságtól elválasztottam. Amúgy én egyszer ezen a úton már végigmentem. Csak ezek nem voltak itt, mert túl hama mentem ezen a úton végig. Hé! Ez ki a pékfasza. A ködrejtek itt. Mi a fasz? Honnan gyűjtek te? De kurva sok pontot adtak, úgyhogy... Hello! Szia, hello! Te ki vagy? Velem a beszéltem? Szóljába... Vagy mindjárt elolvaslak? Kiribukai kakusizato no koto... Kiita koto ga gozatta. Ima wa shii sato yue... Keste tachiiru de nai to... Ezt már nem számít nekem. Sate... Most egy vastag, ködös erdő álljutamot, na erre fogunk menni a ködös erdőbe. Ha valahogy rájönnék, hogy hogyan jutatok át rajta és megtalálnám azt a shamisen zenészt. Nem. Na valami zenész van a ködbe. Jó van akkor. Na. Oké! Egyszer réges-rég úgy Krisztus előtt 300-zal Romániában a nagymamánál potyantós WC volt. Akkor és ott egy darás fészek a WC-re, pont nagy dolog. Hiszen a fészek hozt egy csed, lejött, megcsírta a nyakam. Kám a torkom. Az igen. Jó kis történet. Jó potyantós WC-n, amikor így éppen próbált kinyomni magadból a lelket is, érted? A mindent. Rajtad annak a jó nagy fingások, egyszer csak így jön, hogy... Oké. Na! Itt vagyunk ködrejtek egy faluba. Úgyhogy menjünk körbe. Nézzük meg, hogy mi van.
Nem pihentünk mi? Szerintem. Várjál. Pihenjek? Ott van. Ott a vép. Fáj a torkom, fáj. Pálinkáért fáj. Addig iszunk még egy kis pálinkát. Itt vannak a vértyúkok, ma megint. A lélek mi bugombi, eddig egyet nem használtam ezekből. Szavasz, vértyúk! Kot, 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 kodák! Nem olyan erősek ezek a vértyúkok amúgy, de nagy galibát tudnak okozni, hogyha akarnak. Tessék, valaki szólt. Ő beszél? Hé, na igen. Ha te ismernéd Buddha útját, megölnéd azt, aki ellene szegül? Azt, aki Buddha ellen szegül? Az elhagyatott, rejtett templomban rejtőzködik. Aha. Szóval, hogyha megölöm ezt a csávót, elhagyatott templomba, akkor így vége lesz ennek a ködnek? Az úgy nem lehet hülyeség. Lehet, hogy az ajtó zárva van, de a második emeleten kell lennie egy lyuknak. Na, amúgy akkor lehet, hogy azt kéne csinálni, srácok, így 200 kubban, hogy most itt nem ködösködni, mint a hülye gyerekek, hanem így lejutni oda a toronyhoz, vagy mi a faszhoz, és megölni a ottani boszt. Hogy aztán ne legyen köd, és akkor így aztán végignézhetünk mindent. Nem tudom, ezt most csak én nekem jutott így eszembe. Nem tudok ide följutni ez a pulykához, hogy mi a fasz van. Anyád. Akkor is felugrok, te ribanc! Hát mi vagyok én? Hókember ninja. Mondtam én. Vértyúk is találtam ezt. Kukurikú! Ott biciklizni szabályosan hardcore volt megtanulni. Biciklizni 2 cm a 6 méteres kráterek plusz kavicsos, és ha ennyit nem elég, akkor mamám mondta, hogy elesek meg is ver. Na, az fasza. De legalább így gondolom, hamarabb megtanultál, mert elesni sem mertél a utak véget, mert ugye olyan utak voltam, meg azért sem mertél elesni, mert hogyha elestél van, akkor örök anyád szétpicsálsz. Jó, akkor arra nem megyünk fel. Jézusom! Kifogyassuk a vérét a tyúkocskának. Látod? Erről beszéltem. Erről beszéltem, hogy itt már... Nézd, levettem egy ilyen. Ez a mocsadék. Ködrejteki ninzsák vannak itt mindenhol. Nem könyörülünk senkinek. Leharapás. Titkos kékszínű shinobi drog. Aha. Nanyi. Most mi a faszok ellen küzdök amúgy árnyékok előtt? Elég nagyon tudom küzdni ezek árnyékok. És a hidat nem is említettem, hogy konkrétan 90 fokos volt plusz az útnak kombógeszünk. Nálunk is volt ilyen híd, ami fasza volt fölbiciklizni, de szerintem ez van ilyen mindenhol amúgy. Ilyen hidas rész általában. Nyit ma kívó, milyen időjárás, mert mindig esik eső? Szakad a eső, vihar van. Tövéből csavarja ki a fát a szél. Valaki nagyon szuszog itt amúgy. Nálatok kicsit borús? Én fél háromkor voltam. Jézusom!
T3-tól voltam kint egy szivaron, akkor mondom, hogy 26 fok van és kurva jó. Ja, de ilyen... Ilyen fullat... Jézusom! Oké, időjárás jelentő, Zoli meghalt. Vagy életbe. Kibaszott ködös. Hát nem lehet látni őket, hogyha nem öltögetted. Hát én nyárra egy párszor majdnem meghaltam a... Melegbe. Na most azért már jó idő van este. Amúgy így a nyarat is sokkal jobban ki tudtam volna bírni, hogyha ilyen lenne a nyár, mint most. Hogyha nappal lenne kint 30 fok, nem érdekelne, de hogyha este ilyen idő van kint, ami most, mostanában van este kint idő, hogy rendesen már este fázok, hogyha nyit van a ablak, és ha ilyen lenne a nyár mindig, akkor azt mondanám, hogy kurva jó. Én is utálom teljes szívemből a nyarat. Rex, ne aggódjál, én ugyanígy vagyok vele. A hideget se szeretem amúgy. Az se olyan jó, hogyha van mínusz 10-20 fok. Ez a ősz meg a tavasz a én időjárásom. Én ezeket szeretem a legjobban. Na már elvesztem. Az biztos, hogy jobban lehet védekezni a tél ellen. De azért ott is vannak szintek, amikor kurva hideg van, az se jó már szerintem. Átvágtam a fát, ha kell, ha nem, a fasz levelet. Na gyertek ide. Jézusom! Hát honnan gyűjtél? Nem, ez így nem jó. Eltűnik a rejtetve. Bazd meg, hát belém... Halló, halló! Halló, halló! Nem soká betöltöd a 20-at? Ja, Istenem, ilyen jó neked, Trex. A fiatal éveidben vagy. Ilyenkor még a legjobb, hidd el. Én már mindenki azt mondja, hogy öreg fasz vagyok. Bent ülök a szobába. Nem csinálok semmit. Elmennek a évek. Ez van. A kibaszott köd. Nem tudom beazonosítani, hogy hol vagyok most. Nagyon szépen köszönöm a dicsérő szavakat. Az igaz, ezt is hozzászokták. Jézusom! Ezt is hozzászokták mondani, amikor azt mondják, hogy öreg fasz vagyok, de hogy de olyan szép gyerek vagy, minden blabla, hogy nem talált rád az a nő, aki kéne. Hát? Ez van. Na nem keresem, mert bent ülök a szobába, igen. De hát valamit valamiért. Akkor csak dupla annyi idős vagyok, mint Rex. Én háló Isten, én dupla annyi idős nem vagyok. De haladok a útján, sajnos. Dunaszerdahely körül. Avró. Azért mondom ezt, mert szerintem ez a legnépszerűbb Magyarországon, ezt így ismerhetitek. Szerdahelytől ilyen 20-30 kilométerre. Na jó, aztán elég voltál már ezekből a láthatatlan faszkalapokból. Olyan, mint hogyha folyamatosan felélednének, hogy nem tudom. Vagy mindig más területre jutok el. El lesz az a pagoda, vagy mi a tököm, aminek ajtaja be van zárva, és de bemehetek a második emeleten? Amúgy most jutott eszembe, baszki, hogy kaptunk egy furuját a bestiák ellen, és nem használtam. Lehet, hogy hamarabb le tudtam volna győzni azokat a majmokat, de már mindegy.
Na jó van, és itt... De mi a fasz csinálsz, Trex? Nem normális ember, hát nem normális. Jézusom. Olyan emberek kapnak feliratkozást, akik itt sincsenek. Ezt mondom én. Trex, te jó Isten, nagyon... Úristen! Nagyon szépen köszönöm a máma már a hatodik feliratkozás ajándékodat, baszki. Meg vagy zavarodva. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Kapott egyet Biri Gabi és Bence 2010-201. Jézusom. 6 feliratkozás ajándék, 1000 csír, Trex. Nagyon szépen köszönöm. Mi a fasz történik? Trex, ki a jó édes anyukámat csinálsz, baszki? Hát mi a... Még összecsömörödött lábúja folyik itten, kérem. Én nem értem. Jézusom, Trex. Azt se értem, hogyha nem indult el a hype-onat amúgy. Trex, most meg egy 5-ös subgift, bazd meg. Jó, ez a furulja szó, hogy mellé. Kapott Zalán. Kapott M4 Gua. Pika 26. Idéz. Kapott Idécuki, 2 hónapos feliratkozó lett, kapott M4 Gua, és Cápó kapott egy feliratkozást. Trex, te egy vaddisznó vagy, baszki. És aztán még nem bírt a vérivel, és még bebaszott 2, kapott egy Dark Fan, és Avro is kapott. Avro most lett követő, és kapott is egy feliratkozást. Hát én nem hiszlek el, Trex, hogy mi a fasz csinálsz, máma, én nem tudom. 13 ajándék előfizetés. Azt a kurva életben. Csak mondom, hogy ennyi feliratkozóban életemben nem volt még, Trex. Nagyon szépen köszönöm neked. Meg mindenki nevében, akinek ajándékoztál egy feliratkozást. Atya úristen. Hát ez a Eneber. Nem jutok szóhoz. Én nem tudom, mit csináltok itt mostanában a streamjeimben, srácok. Mindenki, baszki. Most te, múltkori adásban, Holly, Dávid, Nyitmakió, meg a Mark, meg Csilla, meg mindenki. Hát én nem tudom, mindenkinek nagyon szépen köszönöm, amit itt műveltek nálam mostanában, srácok. Nem tudom, valami lehet, hogy rá van írva a fejemre, hogy faszom tudja, mi nem tudom, de... Mindenkinek nagyon szépen köszönöm. Megegyezünk majd, Trex, megegyezünk. Rendesen kiszáradtam, komolyan mondom. És szerintem elérte Trex, hogy egy újabb emojit fogok tudni berakni. Most ez véget, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ott a stream. Ahhoz kéne egy nagyobb stúdió. Jézusom, nincs HP-m! Oké, nem baj, egyszer meghaltunk. Nem medencés a csati, de lassan lehet látni izzadt cseseimet, mert... A játék is megizzaszt, és meg Trex is megizzasztott, mert... Atya úristen!
Be fogok rá, raktam egy úristen üzét. Sonder alertet, baszki. Nem győzöm köszönni, amit most itt csináltak velem mostanában. Atya úristen. Úristen. Hogy a pékfaszába megyek fel ennek a tetejére? Itt már szétfurujázta magát. Ez nanyi? Na jó, kellene nekem... Titkos fal? Ami ebben a játékban nincs, ugye? Kellene nekem... Hello? Hát ez hogyan maradt élet? Kell nekem egy bonfire, mert nincsen HP-nk. Kurvára kellene egy bonfire itt valahol a ködbe. Jézusom, Trex. Én mindig nem hiszlek el amúgy. What disznó vagy? Nem vad, what? What? What disznó? Tűrűrű. Elvesztem. A címet átírjuk, elveszve a ködben. Ki a fasz van még itt, aki életben van? Nézd meg, és jön a zene. Valaki életben van még. Itt voltak ezek a töltött galambok, semmi gond. Itt megyünk visszafelé. Jó. Ott van a bonfire. Nincs máshol bonfire, csak itt a poklok faszába? Az nem jó. Hogyan jut... Hello! Hát ez hülye. What the fuck? What the fuck? Trex, mi a pék faszát művesz? Jó Isten! Úristen! Trex! What the fuck? Mi a fasz? What the fuck? Evik, Trex, nagyon-nagyon szépen köszönöm a még 1100 csírt. De máma nem vagy a normality. Nem vagy máma normality, haverom. Baszki. Már indultak a könycseppek a szememből amúgy. Már érzem. Már igen elértük azt a szintet, hogy egyszerűen nem hiszem el, hogy mi a fasz történik itt már megint. Aj! Ez hülye. Támogatom a legszexibb streamert a világon. Oké. Okay. Ott megyünk tovább, megvan. Köszönöm szépen a támogatást, Trexi. Isten király vagy, baszki. Jézusom, Jézusom. És hogy mentem fel előbb oda? Fáról, nem? Nyugodjátok meg. Gyorsan itt végig csúszizunk. Oda megyek. Úgy szájba aprítom ezt a apródot. Hol van? Hol nyilasztál te temető? Hol vagy? Hol vagy? Megtalálok, véged van. Ez biztos, hogy nem az. Ez a poklok faszából volt ez a csávó. Nem, ennek valahogy itt kellett fönt állnia. Halló? Kibaszott kettől, nem látok semmit.
Na megnézzük, hogy még egyszer elekap. A mai stream támogatója Rex SV. Nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer neked, Rex. Eszméletlen, amit itt ma csináltál, komolyan. És mindenki nevében, aki kapott tőle ezt feliratkozást, mert minden ilyen, minden cuccot, mindent is köszönök. Nagyon-nagyon szépen. Na, csak átjöttem. Csattanócsíra! Hát a csattanócsí! Ez való arra, hogy ilyen illúziókat eltüntessek a faszomba. De jó, úgy néz ki, hogy átjöttünk egy új területre itt. Jézusom! Úristen! Nem jó? Úristen! Ez baj. Ez hiába problémának amúgy. Jó, az ellen nem akarok küzdeni. Eddig... ott a bombfaj. Ott a bombfire. Eddig kettő ilyen parasztal találkoztam, egyiket sem tudtam kinyírni amúgy. Jó van, vértyúk, várj egy picit. Hogy a pékfaszába jutunk oda föl. Kus. Nyugodjál el neked, ne kukurikúzzál. Légy szíves. Könyörgök. Könyörgök. Jó van, vértjük, oda meg, hallod? A jó édes... Ezért kell a csipákolni, hogy ide jöjjek, és kifolyassam a véred. Oké, oké, megvan a út. Hű! Assz! Na várjál! Ez nem az a bonfire, amit már eddig ismertünk? Öcsém! Öcsém! Öcsém, basz. Trex. Milyen jó eres csinálsz? Mi a nutellás, kenyeres, kecsapos, megkent, hurkatöltős, pékfaszát csinálsz, Trex? What the fuck? Jézusom! Nagyon szépen köszönöm ezt a... még 3000 csírt, hát én nem hiszlek el, ember. Én nem hiszlek el. Baszki. Meg akarsz ölni, vagy mi a fasz? Szavasz, Geri. Hello. Éppen a könnyeimmel küzdök. Én nem tudom. Én nem tudom, mit csinál Trex, de azért ennyire szexi nem vagyok. Igen, előző streamben is pontosan ez volt. Trex, mi a fasz csinálsz? Jézusom! Hát, tényleg mindenki nevében nagyon-nagyon szépen köszönöm. Mert bevasztál baszki 13 feliratkozást, és még az sok millió csír. Trex. Te VIP plusz vagy. Nem is VIP. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszi. Atya úristen. Iszok már. Esküszöm, lassan pálinkát fog köleni hoznom a streamekre, mert egyszerűen nem fogom bírni. Kinyírtok, baszki.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Trex, még egyszer. Ivost. Mindenki támogassa a pálinkást. Pálinkást? Vagy azt mondom, úgy pálinkást néven az. Baszki. Persze, azt elhiszem, hogy támogattátok. Úgy babasznák a végére, mint a kapa. Ott a 500 font ér a zene. Ezt a szondalertet nem csatornapontba akartam belerakni, de nem baj, most itt van. Akkor ezért nem találtam a szondalertekbe. Legalább Trex megmutatta. Ja, Istenem. És mi lenne a pálinkás streamen? Minden egyes követő vagy valami után innék pálinkát? Vagy hogyan szokták ezt csinálni? Amúgy a Twitch szabályzatában benne van a ivós streamről, vannak ottan dolgok. Én úgy tudom, hogy nem lehet bekúrni teljesen. Addig lehet inni Twitchen, amíg normális vagy. Úgymond, hogyha már olyan szinten vagy ivásban, hogy majd ki vannak fordulva a szemeid, meg már hőbölöksz, meg minden szar, azt már letilthassák. Jó, elindult a kóvájgás, level 2. Százhatvanedik részt. Baszki anyát. Semmi gond. 165. részt jársz. Na, az fasza. Az kb. Már próbálom beazonosítani. Mondjál nekem, hogy jelenetet hol vagy, és akkor rögtön fogok tudni. Jaj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 
Hallod, hát ez az árnyékos köcsög Jancsi Pista bácsik, és nézd meg, már életem sincs. Mondom, hogy elindult a level 2 kóvájgás. Megzavartad megint a bioritmusomat, Rex. Teljesen meglettem zavarva. A Szent Márton. Még a húgy is visszaugrott bennem. Ajaj. Kibaszott tyúk minden ered. Levesbe való. Hogy a felhőszigeteken. Oké, akkor ma vágom. Rendben. Hú, már lassan én is visszatérek a One Piece-ra, mert most a Naruto 207. részénél vagyok talán. És ugye ha végignézem a sima Naruto-t újra, akkor megint elkezdem a One Piece, mert abba hagytam egy ilyen fél éve. Hát azó, fél év alatt nem tudom mennyi rész jöhetett a One Piece-ből, amúgy 20. Talán. Hát en, ha mondta van 4, várj, itt vagyok elején. Mi a fasz? Szóval havonta van 4 rész. Az mennyi az? 4x6? Az akkor igen, ilyen 24 rész talán. Mindjárt vége? Biztos nem. Azt nem hiszem el, hogy vége lesz a One Piece-nek. Én szerintem még egy 10 évig menni. Hát abban van annyi történet, ahol még én járok, a legeslegvégén járok a sorozatnak, úgymond a... Hát, vagyis ilyen 24 részt nem láthattam. De... Az vagy te, Daizo. De még... Ki a faszomok ezek, baszke? Erősek. De még mindig szerintem rohadt messze vannak attól, hogy elérjenek a utolsó szigetre és Luffyból kalóz király legyen. De azon viccelnek, hogy jön a One Piece Shippuden. Hát most már fölösleges lenne ilyen neve. Amúgy lehetne, tényleg, mert most már lement tömi ezer rész. És akkor most jönne a baszó rész, hogy most már ilyenkor mindenki baszógép lenne. Amúgy meg lehetne csinálni simán, és még egy ezer része van One Piece-ből.
Én már kétszer végignéztem el ezen részt. Annyira jó volt a sorozat. Habár a Naruto-t is végignéztem már egy pártot. Dragon Ballról nem is beszélek, hogy mennyiszer láttam már Dragon Ballt. Sima Dragon Ballt is, Dragon Ball Z-t, mindent. Úgyhogy mindenkit buzdítok arra, hogy ha még nem láttátok srácok, akkor hajrá is. Kezdjétek el akármelyiket, ha Dragon Ballt, ha One Piece-t, ha Naruto-t, mindegyikkel jól jártok. De én mind a hármat ajánlom. Megnézésre. A életem legjobb anime. Aztán ezen felül, hogyha már valaki látta 100 milliószer ezeket a sorozatokat és nem akarja, de hát ugye még a One Piece az megy. Akkor még ott van a Hunter x Hunter. Ami még kurva jó. Meg aztán még van egy pár. Sokan mondják a Bleach-et is, mondjuk az engem annyira nem fogott meg. Pedig belekezdtem, de valahogy nem. Megnéztem a Yu Yu Hakusót is. Azt is sokan dicsérték, hogy milyen jó anime. Hát nem tudom. Engem annyira azt se fogott meg, a Yu Yu Hakusó. Megnéztem a Cowboy Bebopot is. Hát, azon is elaludtam. Volt olyan rész, ami elaludtam, mert kurva unalmas volt szerintem. De hát ezek mind ízlések és pofonok. Mindenki a faszom tudja hova magas találja a új Gyűrűk Ura sorozatot. Hát én megnéztem az első részt, nekem kurvára nem tetszett. Valaki látta itt közületek a Gyűrűk Ura sorozatnak a bármelyik részét? Aztán már akkor elmondom a véleményet, hogy éneke véleményet. Ez most olyan volt, mintha Chuck Norris elszámolt a végletékét, azaz. Jó, amúgy a One Piece hat olyannak, hogy a... hogy mintha soha nem lenne vége. Mert vannak olyan részek sajnos, amik elhúzódnak például egy sziget. Elmennek egy szigetre, ugye van egy bossa szigeten. És valahogy, hogy 150-200 részig ott vannak azon a szigeten, szóval... Lehet, hogy elhúzódik egy boss fight sokáig. De kurva jó. Rendben, nyitva ki, jó, akkor nem is beszélek róla. Akkor nem beszélek róla. Majd, hogyha láttátok, akkor. Csak annyit tudok mondani, hogy nekem nem tetszett, mert úgy éreztem, mintha nem filmet néznék, hanem színházi előadás, komolyan. A színészek szerintem katasztrofálisok benne. Nekem még első rész, a történet sem indult be annyira. Még a másodikat nem láttam, mondom, de még meg fogom nézni még egyszer első részt, mert... Picit untam és a nőket néztem interneten helyette. De azért majd egyszer ránézek megint első részre. Jó, megint itt kóvágok, meg megint fél órája, srácok. Ez probléma. Ma megtaláltam azt a kibaszott izét, pagodát, vagy miatt a kömet, és azóta se ott vagyok. A rohadt köd. A rohadt köd. Jaj. Na igen, az a baj. Ez baj. Ez baj. Da-da-di-da, la-da-da-da. Nani? Jaj. Fogadjál le. Jó, ha ti meg már hagyjatok békén a faszombadik. Most... Hogyan tovább? Azt nem láttam soha. Azt nem láttam soha, Trex. Az anime vagy sorozat? Vagy mi ez? Most... Hát én nem értem. Hogyan jussak tovább? Akkor megyünk föntről. Ha lentről nem megy, akkor megyünk föntről. Innen kezdtünk amúgy.
Sorozat? Arcane. Dobjál nekem egy linket és mindjárt megnézem akkor. Gyorsan meg tudom nyitni. Na ugye itt van a pagoda rész, és itt valahogy a fákról kéne szerintem följutni oda. De nem vágom, hogy a... Mert ugye köd van és nem látok fasz se. Mert itt azt mondta ez a pista. Hagyja. Hogy... A fáról... Ez micsoda ez a szar? Jó, nyugodjatok le! Elküldted Discordon? Vagy hol küldted? Elküldted volna itt is? A Twitchen. Furuljázik ez a faszparaszt, az igen. De hogy megyek oda föl? Már megint ezek a kérdések. Deja vu érzésem van. Nem lehetem vele a zöld szarral csinálni valamit? Úgy nagyon sok emberke van. Nem látok semmi kukkit. Hogyan menjek odaföl, valaki segítsen, nem találom az utat én most fölfelé. Egyikünk sem készült rá, hogy a csávót seg bedurranám. Tararit. Várjál, itt van egy ágocska. Na igen, erre azt a ágot ezt már fölfeleztem előbb is, és nem tudtam átugrani sehova. Ide? Nem, ez lecsúszok gondolom. Bazd meg anyám. Előzetes küldté. Oké. Okay. Hova ugorhatnék innen? Mi értelme van ennek a fának, hogy ide rájöjjek? Nem értem. De nem! Nem akarja beadni igazat. Ezt nem értem, hogy ez mi ez a zöld szar?